Továbbtanulás előtt állsz? Piacképes diplomát szeretnél? Fontos a jó társaság és az izgalmas egyetemi élet? Akkor válaszd az Eszterházy Károly Egyetemet, ahol 4 városban 4 kampusz vár. 9 felsőoktatási szakképzés, 36 alap és 13 mesterképzés, illetve 20 osztatlan tanári szak közül választhatod ki a számodra megfelelő képzést. Minőségi tudományos munka, aktív hallgatói élet, felejthetetlen évek. Eszterházy Károly Egyetem, a tudományok és művészetek javára. Jó napot kívánok, nagyon sok szeretettel köszöntök minden érdeklődőt az Eszterházy Károly Egyetem mai második nyílt napján. Nagyon örülök, hogy ilyen szép számban eljöttek, még a múlt heti edukáció kiállítás után is nagyon sok emberben fölmerülhetnek kérdések. A mai nap programját megtalálják azon a szóróanyagon, amit a bejáratnál a hallgatótársaik megosztottak önökkel. Elsőként dr. Liptai Kálmán, az egyetemünk rektora köszönti önöket, majd egy körülbelül egy órás tájékoztatót fognak hallani a 2017. évi felvételi eljárásról, egyetemünk képzési kínálatáról, mi az, amire oda kell figyelni a február 15-ig tartó felvételi eljárásban. Ezt követően 4:11-től itt a Líceum épületében több helyszínen a szakok képviselői fogják bemutatni konkrétan az adott képzéseket, hiszen nagyon színes szerencsére a képzési kínálatunk. Nagyon sok minden fontos információt tudniuk kell ahhoz, hogy a megfelelő jó döntést meghozzák február 15-ig. Kérem, hogy használják ki a mai napot, tájékozódjanak, mert ez mindenképpen szükséges ahhoz, hogy február 15-én éjfélig regisztráljanak a felvi.hu-n. Köszönöm szépen. Szép jó reggelt kívánok mindenkinek, köszönöm szépen, hogy itt vannak. Sok szeretettel üdvözlök mindenkit. Jó hideg napot terveztünk, hogy bent ragadjanak, úgy nem fognak kimenni, mert pálinkát nem osztunk. Itt meg ugye jó hangulat lesz, úgyhogy maradjanak sokáig velünk. A kolléganőm elmondta, hogy fognak részletes tájékoztatást mindenről hallani, úgyhogy amiről nem fognak, azt elmondom, bár szerintem ők is el fogják mondani, hogy azon kívül, hogy vannak szakjaink, meg karaink, meg kiváló tanáraink, egyébként egy jó hangulatú egyetemre érkeznek, ami friss egyetem, és ugye a friss egyetem az még nagyon-nagyon lelkes. Olyan szempontból nem friss, hogy 250 évig vártunk rá, hogy egyetem legyen, de tavaly egyetem lettünk, és nagy-nagy lelkesedéssel kezdtünk a munkába. Úgyhogy mosolygós embereket fognak itt találni, odafigyelő tanárokat, nyitott ajtókat, ahova be lehet menni. Ez mind-mind olyan vonzerő, amit egy ekkora egyetem tud letenni az asztalra. Azon kívül, hogy szép szakjaink vannak, vannak tudásközpontjaink, amely tudásközpontok szolgáltatnak az iparnak, a környezetnek, az önkormányzatoknak. Lesz lehetőségük sportolni, nem csak a sportszakosoknak, hanem szeretnénk minden egyes hallgatót ellátni az olyan lehetőségekkel, hogy milyen életet éljenek, milyen életmódot vállaljanak, hogyan tudnak sportolni. És az elmúlt évben építettünk egy olyan menzát, ami még nincs megnyitva, de már díjnyertes, Magyarország legfantasztikusabb középületét építettük meg, ami aktív ház, tehát nem fogyasztja az energiát, hanem termeli. Ilyenek az óráink is, amik nem fogyasztják az energiát, hanem termelik. Ott szeretnénk Magyarországon egy olyan különleges étkezési lehetőséget nyújtani, hogy már csak azért érdemes legyen fölmenni a hegyre, hogy különlegesen jól lakjanak, és közben Egert nézzék, mert hogy Eger legszebb helyén épült, ez a lábuknál ott van Eger. Úgy gondolom, hogy a döntés a szakokról szól, lehetőségekről szól, de szól minden másról, ami emberi. Nem hiszünk abban, hogy azért, mert valaki mondjuk matematika, biológia szakos, az élete csak matematikából és biológiából fog állni. Én, mint matematika szakos, mindig azt vallom, hogy annyi szép dolog van, ami nem matematika, úgyhogy tegyenek mindent hozzá, amit a kampuszaink sugároznak, mert hogy ez az életük legszebb része lesz, és úgy gondolom, hogy az is a választáshoz kell, hogy szóljon, hogy fogják itt magukat érezni. Azt, hogy mennyien fognak jönni, azt én jól tudom, és ezzel fogom befejezni, elmondok önöknek egy kedves kis történetet, amiből következtetni lehet, hogy önök sokan lesznek itt. Júliusban sokan választják az Eszterházy Egyetemet. Egy vidéki gazda fölhívja a meteorológiai állomást, és megkérdezi, hogy milyen idő lesz télen, mert hogy azt látja, hogy az indiánok nagyon gyűjtik a fát. És mondják neki, hogy hát hideg tél lesz.
Aztán látja megint, hogy gyűjtik a fát, megint fölhívja a meteorológia állomást, hogy tényleg sok energiára lesz szükség, mert úgy látja, hogy az indiánok gyűjtik a fát, és mondja a meteorológus, hogy igen, nagyon hideg tél lesz, spájzoljon be sok fát. Ezt még egy párszor megismétli, és akkor legutoljára fölhívja a meteorológia állomást, akkor megkérdezi, hogy de most tényleg hideg lesz? Biztos ebben? És akkor azt mondja a meteorológus, hogy hát nézze uram, biztos vagyok benne, mert az indiánok nagyon gyűjtik a fát. Úgyhogy köszönöm szépen, hogy ilyen sokan itt vannak, bízunk abban, hogy itt lesznek júliusban is, és szeptemberben köszönhetem önöket. Szép napot kívánok, köszönöm, hogy meghallgattak. Rektor úr, kedves köszöntő szavai után néhány szakmai információt szeretnék önökkel megosztani. Kaloni Szűcs Erzsébet vagyok, az egyetem megbízott oktatási igazgatója, többek között a felvételi eljárásit is koordinálom. A felvételi osztályt működtetjük itt az intézményünkben, a líceumban, a földszinten, a 131-es szobában találkoznak velük. Bármilyen személyes jellegű kérdésük van, nyugodtan keressék a kollégáimat itt az épületben, tehát akár a mai napon, akár ezt követően. Néhány dologról, amit mindenképpen fontos tudniuk. A mai napon elsősorban az érettségiző diákokat, az érettségi bizonyítvánnyal már rendelkezőket vártuk. Elsősorban számukra szeretnénk tájékoztatást adni. Aki a mesterképzéseink után érdeklődik, azt kérem, hogy nyugodtan tegye fel a kérdését, itt vagyok a tájékoztató után is, illetve február 7-én tartunk majd számukra egy külön tájékoztatót, ez a honlapunkon a konkrét időpont megtalálható lesz. Az érettségiző diákok három képzési szint közül tudnak választani ma Magyarországon. Az egyik a felsőoktatási szakképzés, amely egy 2 éves, viszonylag rövid ciklusú képzés. Diplomát ad a hallgatók számára 120 kredit teljesítése után, de tudni kell, hogy ez a diploma az iskolai végzettséget nem változtatja meg. Az a szakképzettség, amely a diplomában megjelenik, az viszont felsőfokú lesz, tehát elhelyezkedéskor egy bérbesorolás során ez számíthat. Az alapképzés már az iskolai végzettséget is megváltoztató felsőoktatási képzés, tulajdonképpen a régi típusú főiskolai végzettségnek felel meg. Ez 3-3,5 éves, bizonyos szakokon 4 éves képzés, egyébként fél években mérjük a tanulmányi időt a felsőoktatásban, tehát 6-7 vagy 8 fél éves képzésről beszélhetünk. Itt Egerben nagyon színes képzési kínálattal várjuk az érdeklődőket. Aki az alapképzésben diplomát szerez, tehát a szakképzettsége és iskolai végzettsége is felsőfokú, jelentkezhet majd mesterképzésre, és a mesterképzést követően pedig a legmagasabb iskolai végzettség ma Magyarországon az a doktori képzés. Nem az orvostudományra gondolok, hanem a tudományos fokozat megszerzése egy adott tudomány területből, és ezzel tulajdonképpen a legmagasabb végzettség szerezhető PhD fokozat. Aki az osztatlan képzést választja, az Magyarországon több területen az orvos, a jogászképzés, bizonyos mérnöki szakok, és ide tartozik a tanárképzés is, amely Egerre jellemző. Az Eszterházy Károly Egyetem erős profilja a tanárképzés. Osztatlan képzésben jelentkezhetnek és szerezhetnek diplomát az érdeklődők. Nagyon fontos tudni, hogy akár általános iskolai, akár középiskolai tanári diplomát szerez valaki a jelenlegi rendszerben, az mindegyik mesterfokozattal egyenértékű, tehát mesterfokozatot tanúsít a diploma. A mesterfokozat az a régi értelemben vett egyetemi szintű végzettség, azaz egy végzett tanárszakos közvetlenül jelentkezhet a doktori képzésben. Ezt azért is hangsúlyozom ki, mert az egyetemünk önneveléstudományi doktori iskola működik, amely a neveléstudományi mesterképzésen van, vagy a tanárképzésben mesterfokozatot szerzettek számára kínál különböző tudományos kutatási területeket, és biztosítja a doktori fokozat megszerzését. Nagyon fontos, hogy bármelyik képzési szintre is nyújtják be a jelentkezésüket, mindenhol szakképzettséget szereznek, azaz munkaerőpiacon elhelyezkedhetnek vele. Új az idén először ebben a felvételi eljárásban 4 helyszínen hirdeti meg az intézmény a képzést, hiszen 2016. július 1-én összeolvadt a Károly Róbert Főiskola az Eszterházy Károly Főiskolával, ugyanezen a napon csatlakozott a Szent István Egyetem Jászberényi Kara az intézményhez, és már 3 éve bizonyos Árospataki tanítóképző is az intézményünk részét képezi, tehát 4 városban, 4 gyönyörű helyszínen tudnak tanulmányokat folytatni.
Amikor meglátják a meghirdetett képzéseinket, illetve én gondolom, hogy már tájékozódtak a meghirdetett képzésünkről, akkor láthatják, hogy bizonyos szakok több városban is megjelennek, pedagógus képzésben, gazdaságtudományi képzésben, informatika területén, több helyszínen is kínáljuk ugyanazokat a képzéseket. De az a sajátosság, hogy 4 helyszínen is választhatók ezek a képzések, azt a lehetőséget is rejti az oktatás szervezésben, hogy akár specializációval, akár más jellegű képzési kínálattal színesítjük az oktatási kínálatunkat, ezért nagyon fontos tudniuk, hogy a tanulmányaik során akár telephelyet is tudnak változtatni, akár az egyik városból a másikba tudnak költözni. Ha a Magyarország térképére nézünk, akkor látjuk, hogy tulajdonképpen az Eszterházy Károly Egyetem lefedi az észak-magyarországi felsőoktatási területet. A Miskolci Egyetem természetesen még ebben a régióban helyezkedik el, de a 4 várossal nagyon nagy területről várjuk a hallgatói jelentkezéseket. 5 karon kínáljuk a képzési kínálatunkat. Gyöngyösi székhelyű az Agrártudományi és Vidékfejlesztési Kar, de be fogom mutatni, hogy a képzéseik nem csak Gyöngyösön jelennek meg. A Bölcsészettudományi Kar, illetve a másik 3 kar, amit látnak itt felsorolva, mindhárom EGRI székhelyjel működik, viszont több városban is kínálja a képzéseit. Ezeknek a rövidítéseit találják a felvételi honlapon, a felvi.hu oldalon, ahol a jelentkezésüket be kell nyújtaniuk, tehát a megfelelő kar kiválasztásával tudnak a képzések közül választani. Az intézményünk összesen 9 felsőoktatási szakképzést, 36 alapszakot, 13 mesterképzést kínál 2017-ben, és ahogy említettem, a tanárképzés osztatlan képzésben valósul meg, összesen 20 osztatlan tanári szakot 74 féle párosításban hirdetünk meg. Nagyon fontos tudni, hogy csak szakpárra nyújthatnak be jelentkezést, ez alól kivétel a közgazdász tanár, tehát aki szakmai tanár képzésben szeretne részt venni, és közgazdaságtant tanítani közgazdasági szakközépiskolában, ő egy szakos képzésben teheti ezt meg, illetve szintén egy szakos képzés a pedagógia tanárképzés 2017-től, erre viszont csak a neveléstudományi mesterképzés után lehet jelentkezni. Szóltam már a neveléstudományi doktori iskolánkról, ahol várjuk tehát a mesterfokozattal rendelkezőknek a jelentkezését, de van egy másik doktori iskolánk, szintén bölcsészettudomány területéről, a történelemtudományi doktori iskola, kimondottan történészek jelentkezését várja ez a doktori iskola, de igen neves professzoroknak az előadásait hallgathatják, illetve az ő támogatásukkal végezhetnek kutatásokat, ha csak Romsics Ignác professzor úr nevét említem, bízom benne, hogy néhányuknak ismerős a név. És akkor nézzük végig a képzéseket, mi azok, amelyek közül választhatnak. Az Agrártudományi és Vidékfejlesztési Karunk rövidítése, tehát az AVK, felsőoktatási szakképzéseket és alapképzéseket kínál az érettségiző diákoknak. Tudni kell azt, hogy aki felsőoktatási szakképzésre felvételt nyer és diplomát szerez, akkor ha a megfelelő alapképzésre jelentkezik a következő felvételi eljárásban, akkor a tanulmányainak a nagy része ott elszámolható, azaz alapképzésben jóval rövidebb idő alatt, tulajdonképpen fele idő alatt diplomát tud szerezni. A szőlészborász felsőoktatási szakképzés nem csak Gyöngyösön, hanem Sárospatakon is meghirdetésre került. A szőlészborász képzésről azért jó tudniuk, hogy itt 3 nagy borvidéket ölel föl az észak-magyarországi régió. A Mátrai, a Bükki, illetve a Tokaj-hegyaljai borvidéken tudnak egyrészt szakmai gyakorlatot teljesíteni, másrészt pedig az órák megtartásában ezen szakembereket tudjuk bevonni. Az alapképzések közül szintén 2 helyszínen jelenik meg a szőlészborász mérnöki képzés, egyrészt Egerben, másrészt Sárospatakon került meghirdetésre. Ha valaki most leellenőrizni a szavaimat, akkor azt mondja, hogy de hát Sárospatakon nem látjuk a szőlészborász képzést meghirdetve. Tudniuk kell, hogy január 31-én a felvi.hu oldalon, és nyilván a saját egyetemi honlapunkon is frissítésre kerül a felvételi tájékoztató. Az intézmények az elmúlt 1 hónapban történt változásaikat tudták frissíteni az elmúlt napokban, és az Oktatási Hivatal január 31-én teszi közzé.
Nagyon kérem önöket, hogy tájékozódjanak, ne véglegesítsék a jelentkezésüket január 31-ig, hiszen nem csak az EGRI intézmény, nem csak az Eszterházy Károly Egyetem, hanem más intézményeknél is jelenhetnek meg új képzések, esetleg más feltételekkel kínálják a képzéseiket. Tehát január 31-ét követően 2 hetük áll rendelkezésre arra, hogy áttekintsék, meggondolják a jelentkezéseiket, módosíthatnak a már esetleg regisztrált képzéseken, sorrendet is tudnak módosítani. Február 15-én éjfélig áll nyitva a rendszer. A bölcsészettudományi karunk, ahogy említettem, a BTK EGRI képzési helyszínű, és csak Egerben hirdet képzéseket, bölcsész szakokat. Nagyon fontos tudniuk azt, hogy a bölcsész képzésekre mindenképpen szükséges az emelt szintű érettségi, de erről is fogok még szólni. Új szak, és szintén január 31-én jelenik meg a közösségszervezés a felvételi tájékoztatóban. A pedagógiai karunk hirdeti a pedagógiai alapszakkal együtt. A közösségszervezés egy olyan alapképzés, amely elsősorban felnőtt képzésben dolgozók, művelődés szervezők számára kínál képzést, tehát aki ilyen területen szeretne a jövőben majd dolgozni, tehát felnőtt képzési szakértőként, vagy felnőtt képzés szervezéseként szeretne dolgozni, vagy művelődés szervező szeretne lenni, akkor választhatja a pedagógiai karunkon a közösségszervezés alapszakot. Nagyon fontos tudni, hogy nem csak Egerben, hanem Jászberényben is meghirdetésre kerül a szak, tehát nyújtsák be nyugodtan a jelentkezésüket, de ha 2 helyszínt is megjelölnek, akkor tudniuk kell, hogy az 2 különböző jelentkezés. A gazdasági képzéseinket a gazdasági és társadalomtudományi karunkon találják, amelynek a székhelye ugyan Eger, de Egerben és Gyöngyösen is zajlik oktatás. Egerben és Gyöngyösen is meghirdetésre került a gazdálkodási és menedzsment felsőoktatási szakképzés, illetve alapképzés is, illetve a turizmus vendéglátás felsőoktatási szakképzés is és alapképzés. Tehát 2 város közül választhatnak, nyújthatják be a jelentkezésüket. Itt azért még egyszer hangsúlyoznám azt a lehetőséget, hogy a felsőoktatási szakképzésben megszerzett tanulmányok, az eredmények beszámíthatók az alapképzésbe majd a diploma megszerzését követően. Ezt most azért hangsúlyozom ki még egyszer, mert köztudott, hogy az oktatásért felelős miniszter 41 alapszakon meghatározta azt a jogszabályi minimumot, amely magasabb az államilag támogatott képzésben, mint a többi szakon. Vannak olyan szakok, és ide tartoznak a gazdasági alapképzési szakok is, ahol 400 pont fölött kell az állami ösztöndíjas képzésben elérni a pontszámot. A felsőoktatási szakképzésre nem vonatkozik ilyen jellegű miniszteri rendelet. A felsőoktatási szakképzésre minimum 240 pontot kell elérni ahhoz, hogy állami ösztöndíjas lehessen valaki. A 240 pont bármely 2 érettségi tárgyból számolható. Tehát ha valaki testnevelésből, vagy idegen nyelvből, vagy bármilyen más tantárgyból sikeres és nagyon jó eredményű érettségi vizsgát tesz, egész biztos, hogy állami ösztöndíjas képzésre, felsőoktatási szakképzésre felvételt nyerhet. Ha megszerzi a diplomáját, és jelentkezik alapképzésre, egyrészt többletpont jár a szakképzésben megszerzett diplomáért, ha mégsem érni el azt az állami támogatott ponthatát, akkor is csak jóval kevesebb, 2-3 fél évig kell az önköltséget majd fizetnie, hiszen beszámításra kerülnek a tárgyaik. Informatikai képzések a gazdaságtudományi karon gazdaságinformatikus szakkal találkoznak, mind felsőoktatási szakképzésben, mind alapképzésben, a természettudományi karunkon pedig programtervező informatikus szakkal. Látszik, hogy a képzéseknek a neve is azonos. Tehát amikor kiválasztják a képzést, azért nagyon figyeljenek oda, hogy felsőoktatási szakképzésre jelentkeznek, vagy alapképzésre jelentkeznek, mert a vége, a képzésnek a vége eltérő. Ahogy említettem, a felsőoktatási szakképzésben az iskolai végzettségük nem fog megváltozni. A programtervező informatikus felsőoktatási szakképzést meghirdettük Jászberényben is, tehát ha valaki nem Egerben, hanem mondjuk a Jászságban vagy a Hajdúságban él, és esetleg Jászberényt választja, akkor tudnia kell, hogy ott is lesz felsőoktatási szakképzés. Az alapképzést pedig nem csak Egerben, programtervező informatikus alapszakot nem csak Egerben, hanem Sárospatakon is meghirdetjük. Ott felsőoktatási szakképzés már az előző években is volt, az idén először alapképzésben is tanulhatnak Sárospatakon.
A művészet és művészet közvetítés területén változás van 2017-ben. Ahogy már látták, a közösségszervezés is egy teljesen új szakma Magyarországon. A művészet közvetítés területén is nagyon sok változás történik 2017-ben. Egy miniszteri rendelet megszüntette 2017-ben a képalkotás, elektronikus ábrázolás, mozgóképkultúra és média ismeret alapszakokat, illetve a plasztikai ábrázolást, és helyettük egy képalkotás nevezetű alapszakot hozott létre rendeleti szinten. A képalkotás szaknak viszont két önálló szakképzettséget adó szakiránya van. Az egyik a képalkotás szakirány. Ezen a szakirányon tulajdonképpen a rajz iránt érdeklődők, tehát akik a grafika, a festészet iránt érdeklődnek, ők választják a bölcsészettudományi karunkon a képalkotás alapszak képalkotás szakirányát, hiszen ilyen típusú képzésre számíthatnak. Akit a mozgókép érdekel elsősorban, ők a pedagógiai karon is találnak egy képalkotás alapszakot, amelynek a mozgókép kultúra szakiránya megnevezése. Tehát ez egy miniszteri rendelettel történő szakmódosítás. Aki az énekzene iránt érdeklődik és alapképzésben szeretne tanulmányokat folytatni, azaz nem tanárképzésben, az az énekzene alapszakot az idén már zenekultúra néven találja meg. Idén először tervező grafika szakot is hirdetünk a bölcsészettudományi karunkon, alapképzésben csak nappali tagozaton tanulhatnak. És felsőoktatási szakképzés is létezik a művészet közvetítés területén, ez a televíziós műsorkészítő felsőoktatási szakképzés, aki a mozgókép készítése iránt érdeklődik, és azért itt nagyon sok hallgatóval is találkoznak, illetve itt kollégám, a Líceum Televízió munkatársa veszi föl a mostani előadást is. Tudniuk kell, hogy az intézményünk működtet egy Líceum Televízió megnevezésű televíziót, amelynek a stúdiója itt van az épületben, a földszinten. Aki ezután érdeklődik, nyugodtan látogasson el az alaksorba, tehát a Líceum Televízió stúdiójában. A kollégák nagyon szívesen fogják őket tájékoztatni, hiszen szakmai gyakorlatot teljesíthetik itt az épületen belül. Eger környékén, mint egy 50 kilométeres sugarú körzetben minden nap élőadással jelentkezik, de egyébként a YouTube-on bárhonnan elérhető a Líceum Televízió adása, ezt a tájékoztatást is meg tudják nézni már az esti óráktól. A pedagógiai karunkon pedagógus képzéssel foglalkozunk alapvetően, csecsemő és kisgyermeknevelő óvodapedagógus tanítószakot hirdetünk három városban. Sárospatak, illetve Jászberény tulajdonképpen a tanító és óvodapedagógus képzésnek a fellegvára. 2013 óta Egerben is megjelennek ezek a szakok. Viszont a hagyomány az valóban Sárospatakhoz, illetve Jászberényhez köthető, ezért Egerben viszonylag kisebb létszámmal fogjuk indítani a képzést. Elsősorban Sárospatakra és Jászberénybe várjuk ezeken a szakokon a jelentkezéseket. Nappali és levelező tagozatra is tudnak jelentkezni ezeken a szakokon. Ahogy említettem, például a tanítószakon az a specializáció, hogy másodéven a hallgatók választanak egy műveltségterületet, tulajdonképpen egy szakot, amit majd 5.-6. osztályban is taníthatnak. A három városban más-más műveltségterületre fognak tudni jelentkezni, tehát ha valaki mondjuk Sárospatakra vagy Jászberénybe nyer felvételt, lehet, hogy harmadévtől már Egerben tanul, mert azt a műveltségterületet itt fogja megtalálni az egri székhelyen. A tanárképzésben az elmúlt időszakban nagyon sok változás történt. Osztatlan tanárképzésről beszélünk 2013 óta, ahogy említettem, osztatlan képzésben csak szakpárra tudnak jelentkezni, kivéve a két szakmai tanárszakot, a közgazdásztanár, illetve a pedagógia tanárszakot. 74 szakpárt találnak. Itt a díszteremmel szemben a hosszú asztalnál megtalálják azokat a szakpárokat kinyomtatva, amelyek közül az 5 karon, pontosabban 4 karon, mert az agrártudományi karunkon nincs tanárképzés, de a másik 4 karon találnak. Tehát nézzék végig a képzési kínálatot, milyen tanári szakpárokra tudnak jelentkezni. Ha felvételt nyernek egy osztatlan tanári szakpárra, akkor, és most nem kell megjelölni, hogy általános iskolai vagy középiskolai tanárok szeretnének lenni, arra harmadik évfolyamon kerül majd sor, a tanulmányaik közepén dönthetik el. Az általános iskolai tanárképzés az 10 fél éves, a középiskolai tanárképzés az 2 fél évvel hosszabb, 12 fél éves képzésről van szó. Ahogy említettem, osztatlan a képzés, és mesterfokozatot adunk bármelyik tanári szakképzettséget is szerzik meg.
fontos tudniuk, hogyha a tanárképzésben végül is az első fél évben, vagy már rögtön a második fél évben kiderül, hogy nem jó szakpárt választottak, akkor joguk lesz az egyik szakpártagot módosítani, így intézményen belül, tehát módosíthatók ezek a képzések. Azt is tudni kell, hogy a tanárszakról lehetőség van alapszakra átmenni a tanulmányok során. Vagy ha valaki alapszakra nyert felvételt, ahol tudnia kell, hogy nem kap tanári diplomát, akkor lehetősége van itt az intézményen belül egy másik szakot is választva, osztatlan tanári szakpára átmenni. Tehát ilyen lehetőségekkel találkoznak. Nagyon sokan nem biztosak még a pályaválasztásban, segítjük őket a pályaorientációval. Itt a díszteremből kilépve balra találják a kollégáimat, akik szakszerű pályaorientációs tanácsadást is végeznek. Keressék őket akár ma, akár a következő napokban. Az érsekkerti épületünkben a Klapka György utcában találják meg őket, és szívesen segítenek önöknek a szakválasztásban, de legalábbis az orientáltságban, hogy milyen irányban menjenek tovább. Tudniuk kell, tudják is, egész biztos vagyok benne, milyen szakember hiány van a tanárképzésben. Folyamatosan kapjuk a fenntartótól a levelet, küldjünk hallgatókat, végzős hallgatókat, és már nem csak a természettudományos tanárszakok iránt, hanem minden tanárszak iránt nagyon nagy a kereslet. Ezt látja a fenntartó is, és ezért egy ösztöndíjat, a Klebersberg ösztöndíjat már harmadik éve hirdették meg a tanárszakos hallgatóknak. Ez azt jelenti, ha valaki tanári szakpárra nyer felvételt és beiratkozik, akkor pályázhat a Klebersberg ösztöndíjra, ami a teljes tanulmányok idejére, tehát 10 vagy 12 fél évig biztosít havonta 25, 50, illetve 75 ezer forintos ösztöndíjat. Ez olyan nagymértékű ösztöndíj, amelyhez, ha még a tanulmányi ösztöndíjat, a szociális támogatást is hozzáveszük, akár 100 ezer forint fölötti nettó összeghez is juthat a hallgató, tulajdonképpen egy kezdő pedagógus bérrel majdnem rendelkezik közvetlenül már szeptembertől a tanulmányok végéig. Úgyhogy én biztatnék mindenkit a tanárképzést iránti érdeklődésre. Az előadásom után fog jönni a Pedagógus Képző Bizottságtól egy kollégám, aki a gyakorlati képzést vezeti, és ő majd részleteiben is szól a tanárképzés rejtelmeiről. És akkor menjünk tovább a képzések között. A sporttudomány területén is van változás. Aki a tavalyi felvételi tájékoztatót már nézegette, annak mondom, hogy a testnevelő edző szak helyett simán edző szakot talál a felvételi tájékoztatóban minden olyan intézményben, ahol ez a szak meghirdetésre került. Lábjegyzetben írtuk be a felvételi tájékoztatóba, hogy elsősorban kézilabdaedzőket szeretnénk képezni ezen a szakon, ami nem ad tehát tanári végzettséget, hiszen alapképzésről van szó. A sportszervezés és a rekreációszervezés két külön alapszak volt még 2016-ban, ez 2017-ben egy miniszteri rendelettel módosult, összeolvadt ez a szak. Két önálló szakképzettséget szerezhetnek sportszervezést, illetve rekreációszervezés és egészségfejlesztés szakirányon, de az alapszak neve azonos. Ez két különböző jelentkezés, a szakirányoknak megfelelően, ha benyújtják a jelentkezésüket, akkor az két jelentkezésnek fog számítódni. Már most mondanám, hogy ezen a szakon, tehát a sport és rekreáció szervezés szakon nem kötelező a testnevelés érettségi, viszont aki nem tesz érettségit testnevelésből, tehát más tantárgyból számítják a felvételi pontszámát, az számítson rá, hogy alkalmassági vizsgára fogjuk behívni, és bizonyos testi követelményeket köteles lesz teljesíteni itt az intézményünkben. Társadalomtudományok területén is elmondható, hogy minden szakon kötelező az emelt szintű érettségi, ugyanúgy, mint a bölcsészettudományi szakokon. A pedagógiai karon meghirdetésre került az informatikus könyvtáros, az évek óta népszerűnek számító, de állami ösztöndíjas képzésre igen magas pontszámot el kell érni a kommunikáció és médiatudomány alapszakon, a nemzetközi tanulmányok szakon. A gazdaság és társadalomtudományi karunkon találják a szociális munka alapszakot, amely csak Berényben működik. A szociálpedagógia, ami rokon szakma, az pedig Egri székhellyel került meghirdetésre a gazdaság és társadalomtudományi karunkon. A természettudomány területén tipikusan természettudományos szakok kerültek meghirdetésre. Újra hangsúlyozom, hogy alapszakokról beszélek, tehát ezeken a szakokon nem szerezhető tanári szakképzettség, ezek 3 éves képzések. Ilyen a biológia, a földrajz, a kémia, a környezettan, illetve a matematika. Földrajz szakon geográfus végzettséget szereznek, kémia szakon vegyész szakképzettséget szereznek, matematika szakon matematikus végzettséget szerezhetnek, tehát ez a 6 fél éves képzés
képzés, nem tanári szak. Viszont ha tanárok szeretnének lenni a diplomát követően, mondjuk ha valaki a vegyész szakképzettség mellé még tanári diplomát is szerezne, akkor arra lehetősége lesz 3 év múlva, benyújtja a jelentkezését, és körülbelül egy 7,5 éves képzésre számíthat, amikor szakpáron megszerezheti a tanári szakképzettséget is. De hogy már említettem, a tanulmányok alatt is lehetőség van váltani képzést, alapképzésből osztatlan tanári szakra, beszámítódnak a tárgyak is, ezen folytatja a hallgató a tanulmányait. Nagyon-nagyon sok a lehetőség, ez a pályorientáció tulajdonképpen nem csak most a szak változtatásáig tart, hanem folyamatosan a kollégáim minden hallgató rendelkezésére áll, és elmondják ezeket a lehetőségeket majd a jövőben is. Viszonylag új a felsőoktatásban a duális képzés, nagyon sokat lehet róla hallani, hiszen Kecskeméten elindult már körülbelül 3 évvel ezelőtt az ottani nagy autógyártó támogatásával, és a teljes felsőoktatásra kiterjesztették ezt a lehetőséget. Az intézményünk is él ezzel a lehetőséggel, hiszen látjuk a hasznát. Látjuk azt, hogy a hallgatók olyan gyakorlati ismeretekre tesznek szert, és olyan munkatapasztalatra, amellyel az elhelyezkedés nagymértékben segíthető. Az elmúlt nyílt napunkon több vállalati partner is megjelent a nyílt napunkon, és szeptemberben turizmus, vendéglátás és programtervező informatikus szakon már elindítottuk 11 fővel a duális képzést, és nagyon-nagyon pozitív nyilatkoztak, arra vonatkozóan, hogy nagyon hasznos a vállalatnak, a hallgatók pedig rettenetesen jól érzik magukat. A duális képzésnek az a lényege, hogy rögtön a beiratkozáskor a vállalati partnerrel köt a hallgató egy hallgatói szerződést, és a szeptembertől ő már munkaviszonyban áll ezzel a vállalattal. A vállalat rögtön az első hónaptól, tehát szeptembertől díjazza a hallgatót, a minimálbér 60%-át havonta utalja a hallgatónak. A hallgató ugyanakkor ugyanúgy jár iskolában nappali tagozaton, mint az összes olyan hallgatótársa, aki nem helyezkedett el vállalatnál. Azaz a szabad idejében, amikor őszi szünet, tavaszi szünet, turizmus vendéglátás szakon, hétvégeken, ünnepnapokon, vizsgaidőszakban és a nyár folyamán is munkát végez a hallgató. Ezzel tehát jövedelmet szerez és munkatapasztalatot is, ami valóban az elhelyezkedés segítheti majd. 4 hét szabadság jár ebben az esetben a hallgatónak, tehát egy tanévben, vagy egy naptári évet, ha nézünk, az 52 hétből 26 hét az oktatás, és 22 hét pedig a hallgatónak a szakmai gyakorlat, amit teljesítenie kell, és 4 hét szabadság jár. Ezt nyilván a vállalati partnerrel együtt döntik el közösen, hogy mikor megy szabadságra. Ugyanúgy kell a tanulmányi követelményeket természetesen teljesíteni, de a szakmai partnereink besegítenek a tantervben, az oktatásban, és nagyon gyakorlatorientáltá válik ezáltal a képzés. Itt látják azokat a szakokat, amelyeknek létezik duális formája. Nagyon fontos, hogy ezt most a felvételi eljárásban önöknek nem kell jelezniük. Önök bejelentkeznek ezen szakokra, nappali tagozatra, mert csak nappali formában létezik a duális képzés. Ahogy említettem, ezek közül a turizmus vendéglátás Egerben és Gyöngyösön is, a szőlészborászmérnöki alapképzés pedig Egerben és Sárospatakon is meghirdetésre került, mindkét helyszínen duális formában is. Ezeket egy lábjegyzetben találják a felvételi tájékoztatóban. Ha önök eldöntik a jelentkezéskor vagy jelentkezés után, hogy majd, ha felvételt nyernek a szakra, akkor duális formában tanulnak, akkor kell a honlapunkon lévő vállalati listából választaniuk, mely az a cég, az a szálloda, az a vállalat, ahol szívesen dolgoznának a felvételüket követő 3 éven keresztül, és felkeresik, mint egy munkavállaló ezt a vállalati partnert, bejelentkeznek hozzá. Ők tartanak egy meghallgatást, hiszen valószínűleg több hallgató is érdeklődni fog irántuk, és kiválasztják azt az 1-2 hallgatót, akit tehát támogatnak, és akiknek a szakmai gyakorlati képzését a vállalati partner majd végezni fogja. Ez tulajdonképpen egy feltételes mód, hiszen július 2. felében kerül sor a felvételi ponthatár megállapítására, ekkor derül ki, hogy a hallgató vagy a jelentkező valóban bekerült-e a felsőoktatási intézménybe, és beiratkozáskor találkozik újra a vállalati partnerrel, és akkor köti meg vele a szerződést, és indul az oktatás is, illetve a gyakorlati képzés is együtt. Gondolkozzanak el rajta, akiket ez a képzés érdekel,
és akkor a képzési formát is majd döntsék el, és februárt követően érdeklődjenek a vállalati partnereinknél, tehát ezeknek az elérhetőségét, címét, telefonszámát megtalálják a mi egyetemi honlapunkon, a felvételizőknek szóló oldalon a duális képzés link alatt. És akkor a jelentkezés tényleges módjáról, illetve a pontszámításról szeretnék szólni még a következőkben. Tudni kell, hogy bármire nyújtanak bejelentkezést, akár felsőoktatási szakképzésre, akár alapképzésre, vagy osztatlan tanári szakpára, a felvételi program két érettségi tárgyból számít pontszámot. Felsőoktatási szakképzésben, ahogy említettem már, bármelyik két érettségi tárgy elismerhető, ennek a százalékos eredményéből számolnak pontszámot, elegendő a középszintű érettségi, viszont minden bölcsész, minden társadalomtudományi szakon, a testnevelő tanárszakon, illetve a matematika alapszakon, illetve a tanárszakon kötelező az emelt szintű érettségi. A testnevelő tanárszakkal vagy a matematikával társított tanári szakpárokon a szakpáron csak egy tárgyból kell emelt szinten érettségizni, tehát ha valaki angol testnevelő tanár szeretne lenni, vagy matematika testnevelő tanár szeretne lenni, akkor csak az egyik tárgyból kell az emelt szintű érettségi, ezt konkrétan a felvételi meghirdetésnél látják. De minden bölcsész szakon, anglisztika, magyar, germanisztika, közösségszervezés, pedagógia, és sorolhatnám tovább, a társadalomtudományokat is, a nemzetközi tanulmányok szak, informatikus könyvtáros, kommunikáció és média, szociálpedagógia, és remélem nem hagyok ki semmit, de a felvételi tájékoztatóban látszik, hogy az egyik tárgyból emelt szintű érettségit kell tenni. Hogy milyen tárgyból számít a program felvételi pontszámot, ez is a felvételi tájékoztatóban megjelenik. Nagyon fontos tudniuk, hogy minden más szakon nem kötelező az emelt szintű érettségi, de többletpontra jogosítja önöket, akkor, hogyha abból a tárgyból számítódik a felvételi pontszám, és legalább 45%-osra érettségiznek emelt szinten, 50 többletpontra jogosultak. 5 helyet tudnak megjelölni, 5 helyet tudnak kiválasztani. Ahogy említettem, hogyha több várost is megjelölnek, mondjuk tanítószakon, vagy gazdálkodási és menedzsment szakon, 2 várost is megjelölnek, akkor az 2 különböző jelentkezés. Nem számít 2 jelentkezésnek akkor, hogyha ugyanazt a szakot ugyanabban a képzési formában, tehát például nappali tagozaton kerül meghirdetés, és csak a finanszírozásban különbözik, tehát megjelölik az állami ösztöndíjast is, és a költségtérítéses képzést is, ez ugyan 2 sor, de 1 jelentkezésnek számít. Alapképzés, felsőoktatási szakképzés és osztatlan képzésben. Választaniuk kell tehát a finanszírozásban is, mindkettőt bejelölhetik, ami tehát 1 jelentkezés ugyanazon szak esetében. A magyar állami ösztöndíjas képzésről tudniuk kell, hogyha erre nyernek felvételt, akkor a beiratkozáskor tulajdonképpen vállalják azt is, hogy a képzésidő másfélszerese alatt diplomát szereznek, tehát egy 6,5 éves képzés elhúzható 9,5 évig, de ha nem lesz meg a diploma 9,5 év alatt, akkor önöknek vissza kell fizetni a képzés önköltségének az 50%-át. Azt is vállalják, hogy a diploma megszerzését követő 20 éven belül a tanulmányi időszaknak megfelelő időszakban Magyarországon folytatnak munkavállalást, illetve olyan cégnél helyezkednek el, amely Magyarországon végez adótevékenységet. Azt is tudni kell, hogy ez a finanszírozási forma az első tanévre szól. Tehát ha valaki nem teljesíti az előírt kreditmennyiségnek az 50%-ától is többet, egy évben mondjuk 60 kreditet illik teljesíteni, és 36-ot vár el a jogszabály ahhoz, hogy a második éven is állami ösztöndíjasak legyenek a hallgatók. Az önköltséges képzésen nincsenek ilyen kritériumok. Az önköltséges képzésben lévő hallgató egy képzési szerződést ír alá majd. A képzési szerződésben vállalja azt, hogy a képzés valamennyi költségét önmaga fogja finanszírozni. Ha valaki látva a saját, illetve a család anyagi hátterét, ezt a finanszírozást nem tudja bevállalni, annak lehetősége van diákhitel felvételére. Itt a díszterem mellett, ha kilépnek balról, a Diákhitel Központ munkatársa jelen van, és szóróanyagot is tud önöknek biztosítani arról, hogyan tudják finanszírozni az önköltséges képzést, legalább az első évben, mert tudni kell, hogy ez a finanszírozási forma is az első tanévre szól. Miután az állami ösztöndíjas hallgatók
tanulókból önköltségesekké válhatnak azok, akik gyengén teljesítenek, így a legjobban tanuló önköltséges hallgatók pedig az első év után átsorolhatók állami ösztöndíjas képzésre. Tehát ez a finanszírozási forma, ez mobil, változhat a tanulmányi eredmények alapján. A pontszámításról, amit tudniuk kell, az alapképzésben is, illetve az osztatlan képzésben tanulmányi pontokat, érettségi pontokat számítunk a középiskolai tanulmányi eredményeik alapján. A tanulmányi pontok azok az évvéges osztályzatokból tevődnek össze, a két utolsó évvéges osztályzatból. Lehet olyan tárgy, mondjuk ha valakinek a természettudományos tárgy földrajz és csak 9. osztályban tanult, akkor az a két utolsó évvéges osztályzat. Minden más, a magyar, a matematika, a történelem, az idegen nyelv, amit tanultak 4 éven keresztül a középiskolában, a két utolsó évvéges, az nyilván a 11, illetve a 12. évvéges osztályzatot jelenti. Ehhez jöhetnek az érettségi pontok, illetve nem jöhetnek, hanem jönnek, hiszen önök legkésőbb most júniusban érettségit fognak tenni. Azokból a tárgyakból, amit az adott szak mellett találnak, az érettségi pontszámot a százalékos teljesítményből fogjuk számolni, hiszen az érettségi bizonyítványukban nem csak az érdemjegy fog megjelenni, hanem az a százalékos teljesítmény is, amit az érettségi során nyújtottak. Ez a százalékos teljesítmény, ha mondjuk 86%-ra érettségizik valaki, az 86 érettségi pontot jelent a felvételizőnek, de két érettségi tárgyból számolunk, ahogy az előbb már említettem, és ilyen módon a tanulmányi pontok és az érettségi pontoknak az összegzéséből számítódik a felvételi összpontszám, vagy pedig, hogyha az érettségi pont, tehát a két érettségi tárgy százalékos eredmények az összege több, mint a tanulmányi pont, akkor az érettségi pont kétszerese lehetség számítódhat, amihez majd többletpontok is jöhetnek. Az, hogy a tanulmányi pontokat, azaz az évvéges bizonyítványból származó felvételi összpontszámot duplázzuk meg, az csak a felsőoktatási szakképzésben lehetséges. Ahogy említettem már, az állami ösztöndíjas ponthatárok már megjelentek december végén 41 alapszakon, illetve az osztatlan tanárképzésben is 305-310 pontra növelte a miniszter az állami ösztöndíjas ponthatárt. Minden más alapszakon 280 pont a jogszabályi minimum, ez alatt alapszakon nem lehet felvételt nyerni, önköltséges képzésben sem, felsőoktatási szakképzésben pedig 240 pont a jogszabályi minimum, ami alatt semmiféleképpen nem nyerhet felvételt senki sem. A tanulmányi pontokkal 200 pont, az érettségi pontokkal is maximum 200 pont érhető el, ez 400 pont, ehhez jöhetnek a többlet pontok, amik maximum 100 pontok. Miből tevődnek össze tehát a tanulmányi pontok, ahogy említettem, a két év utolsó évvéges osztályzatból? Magyar nyelv és irodalom önöknek két különböző tantárgya középiskolából, ennek az átlagát képezzük. 11. osztály évvégén és 12. osztály évvégén ez egy-egy érdemjegy lesz így. Történelem, matematika és idegen nyelv a két utolsó évvéges osztályzata, és mindenképpen egy választott természettudományos tárgy két utolsó évvéges osztályzatát kell hozzávenni, erre említettem az előbb a földrajzos példát. Ezeket a számjegyeket, vagy ezeket a számokat, ha összeadjuk, ha valaki ötös volt mindegyik tantárgyból az évvégén, ez összesen 50 pontot jelent, és ezt duplázza a program, ebből 100 pont adódhat a tanulmányi pontokhoz. Ehhez a 100, maximum 100 ponthoz az érettségi bizonyítványban szereplő érettségi tárgyaknak a százalékos eredményének az átlaga jön hozzá, amely maximum nyilván 100% lehet átlagként, tehát itt is maximum 100 pontból adódhat a tanulmányi pont, tehát összességében a két 100 pontból 200 pont. Érettségi pont a két érettségi tárgynak a százalékos eredményét említettem már. Nagyon fontos tehát tudni, hogy bizonyos szakokon az emelt szintű érettségi kötelező, tehát ott az emelt szintű érettséginek a százalékos eredményét számolja a felvételi program. Ha nincs emelt szintű érettségie a bölcsész, a társadalomtudományi szakokon, vagy ahogy említettem már a testnevelő tanár, vagy a matematika szakon, akkor érvénytelen a jelentkezése a diáknak. Többletpontot miért lehet kapni? Elsősorban a legnagyobb többletpont az az emelt szintű érettségiért jár. Én ezért biztatok mindenkit, aki most érettségizik, és február 15-ig benyújtja az érettségire is a jelentkezését a középiskolában, gondolkozzon el a saját képességein, hiszen 45%-os teljesítménynél már 50 többletpontot kap.
Azaz, ha 45%-osra írja meg az emelt szintű érettségit valakit, vagy összességében, mert lehet, hogy szóbeli rész is van, a 45 pontot jelent a százalékos eredményből, ehhez 50 többletpont hozzájön, ez már 95 pont, amit középszinten nem biztos, hogy elérne a tanuló. Tehát érdemes az emelt szinten gondolkodni, de még egyszer hangsúlyozom, hogy csak abból a tárgyból számít többletpontot a program, amiből az érettségi eredményt a szakon is számoljuk. Tehát ha valaki magyar alapszakra jelentkezik, most pont rosszat mondtam, mert ez bölcsészak, mondjuk biológia szakra jelentkezik valaki, és mondjuk magyarból szeretné az emelt szintű érettségét elszámolni, ott nem lehet, mert a biológia szakon nem választható érettségi tárgyként a magyar. Tehát ezeket nézzék át, csak azokból a tárgyakból tudunk többletpontot elszámolni, amiből a szakon eredmény is számítható. Nyelvvizsgáért is adható többletpont, egy középfokú C-típusú, vagy ahogy most már nevezik B2 szintű nyelvvizsgáért 28 többletpont, míg a felsőfokú C-típusú nyelvvizsgáért 40 pont adható. Egy adott nyelvből azonban csak egy jogcímen jár többletpont, tehát nem kérheti valaki azt, hogy angolból van egy közép- és egy felsőfokú nyelvvizsgám, és akkor adjuk össze a két eredményt. Egyébként is maximum 40 pontot lehet többletpontként nyelvvizsgáját elszámolni, de ha valakinek van németből és angolból is középfokú nyelvvizsgája, az kétszer 28 pont, de nem 56-ot kap, mert maximum 40 lehet, tehát ilyen módon is lehet többletpontokat elérni. Van még idő, tanuljanak, jelentkezzenek be nyelvvizsgára, akár itt Egerben, az intézményünkbe, de Gyöngyösen is, Sárospatakon is, Jászberényben is fogadunk nyelvvizsgázó hallgatókat, és próbáljanak minél több pontot összegyűjteni. Tanulmányi versenyekért, sporteredményekért, és külön szólnék az előnyben részesítésért, hiszen Észak-Magyarországon vagyunk, tudjuk jól, hogy nehéz anyagi körülmények között él nagyon sok család, az előnyben részesítésért, hátrányos helyzetért többletpont jár. Hogy a hátrányos helyzetet miként kell dokumentálni, kérem, hogy olvassák el a felvételi tájékoztatónak, van erre vonatkozó fejezete, hiszen különböző dokumentumokat fel kell tölteni ahhoz, hogy többletpontra jogosult legyen valaki a hátrányos helyzete kapcsán. Ugyanígy a fogyatékkal élő hallgatókat is, akinek akár diszlexia, diszgráfia, beszéd vagy testi fogyatékossága van, szintén többletpontot kaphat, de a megfelelő dokumentumot fel kell tölteni. OK és végzettségért is adható többletpont, illetve felsőoktatási szakképzésért többletpont. A jogszabályi minimumba, tehát a 280-ba vagy a 240 pontba beszámítódik az emelt szintű érettségi, a nyelvvizsgáért adható többletpont, illetve az OK és végzettségért adható többletpont. Vannak olyan szakok, ahol felvételi vizsgát kell tenniük, vannak alkalmassági vizsgák, ahol nem adunk pontszámot a jelentkezőnek, csak kizáró jelleggel megfelelt, illetve nem felelt meg minősítést. Ezek a szakok a csecsemő és kisgyermeknevelő, a képalkotás szak, az óvodapedagógus szak. Ahogy említettem, akinek nincs testnevelés érettségie és sport és rekreáció szervezés szakra jön, akkor neki is lesz alkalmassági vizsgája. A tanító szakra jelentkezőknek ugyanaz az alkalmassági, mint az óvodapedagógusoknak, tehát csak egyszer kell tenniük alkalmassági vizsgát. Pályaalkalmassági vizsgát tartunk a tanárszakra jelentkezőknek, ez egy nagyon egyszerű, semmiféle felkészülést nem igénylő, illetve a testnevelő tanárok, független attól, hogy emelt szintű érettségit kell tenni, a jogszabály az idén előír egy motoros alkalmassági vizsgát is. Előalkalmassági vizsgát lehet tenni csecsemők és kisgyermeknevelő, tanító és óvodapedagógus szakon. Ezen a héten, pénteken tartjuk az előalkalmassági vizsgát Egerben és Sárospatakon. Tegnap volt Jászberényben, lehet, hogy valaki már részt is vett rajta. Én támogatom ezt a előkövetelménynek való megfelelést. Egyrészt, ha valaki megfelelt, akkor már az érettségi időszakban nem kell májusban, júniusban eljönni a alkalmassági vizsgára, nyugodtan tanulhat, az érettségi vizsgára készülhet, illetve ha nem felel meg, akkor még mindig lesz ideje korrigálni és felkészülni a májusi-júniusi alkalmassági vizsgára. Tehát éljenek vele, viszont egy e-mailt a kollégáimnak mindenképpen küldjenek, hogy pénteken szeretnének megjelenni, mert ha több százan jelennek meg, akkor bizony több bizottságot kell felállítanunk a pénteki napon, ahhoz, hogy véghez menjen gördülékenyen ez a vizsga.
Bizonyos szakokon gyakorlati vizsgát ír elő a jogszabály, ilyen az edző, a képalkotás szaknak mindkét szakiránya, a zenekultúra, a tanárszakoknál azok, amelyek művészetközvetítőek, ezeken a szakokon a gyakorlati vizsgán pontszámot kap a jelentkező, és ezeken a szakokon nem számolunk sem érettségi pontot, sem tanulmányi pontot, a maximum 200 pontnak a duplázásával legfeljebb 400 pontot lehet elérni ezeken a szakokon, nincs többletpont sem, sem nyelvvizsgáért, sem hátrányos helyzetért. Ezek tulajdonképpen készség szakok, ahol csak azt vizsgálja a bizottság, hogy az adott szaknak megfelelően felkészült-e a diák. A jelentkezés díjáról tudniuk kell, hogy az első 3 jelentkezés ingyenes. Ahogy említettem, maximum 5 helyre lehet benyújtani a jelentkezést. A 4. és 5. helyért 2000 forintot kell fizetniük, tehát maximum 4000 forintba kerül a jelentkezés. Azon kívül azokon a szakokon, amit az előbb említettem, felvételi vizsgát kell tenni, egyszeri 4000 forintos vizsgadíjat kell fizetniük, tehát azoknak is, akik megjelennek pénteken az előalkalmassági vizsgán, illetve azoknak, akiknek majd a felvételi vizsga előtt május hónapban küldünk értesítést. Most mondom, hogy csak is elektronikusan küldünk értesítést, e-mailben fogjuk tájékoztatni önöket. Elektronikusan jelentkeznek, ezért a tájékoztatás is elektronikus. Kérem, olyan e-mail címet adjanak meg, amelyet rendszeresen néznek, megnézik a postafiókjukat, hiszen az értesítést fogjuk küldeni önöknek, és nem tudjuk elfogadni a meg nem jelenést azért, mert nem olvasták el az értesítésünket. Ahogy említettem, január 31-én megjelenik tehát a felvételi tájékoztató kiegészítése a felvi.hu oldalon. Kérem, tájékozódjanak róla alaposan. A jelentkezés határideje 2017. február 15-e éjfél. Eddig mindenképpen legalább egy képzésre jelentkezést kell benyújtani, hogy az oktatási hivatal regisztrálja önöket, és egy hetük áll arra, hogy a hitelesítést is elvégezzék, ne felejtsék el a hitelesítést, ez azt jelenti, hogy vagy kinyomtatják a hitelesítő adatlapot, vagy a jelentkezésüket az ügyfélkapun keresztül teszik meg hivatalosan. A szolgáltatásainkról már csak nagyon röviden és címszavakban szólnék. A kollégiumok várják önöket, a 4 helyszínen több mint az 1600 férőhelyet tud biztosítani az intézményünk, tehát tulajdonképpen aki benyújtja kollégiumban a jelentkezését, az nagy eséllyel kaphat szálláshelyet. Viszonylag kedvezményes áron, 8 és 16 ezer forint között mozognak a kollégiumi díjaink havonta. Említettem már a pályaorientációs tanácsadást, kérem éljenek vele, amennyiben bizonytalanok még a továbbtanulást illetően. A duális képzésre jelenleg 7 szakon nyújtunk lehetőséget. Egy sikeres pályázat útján duális képzési központ felállítását tervezzük az ősz folyamán, amely egyénileg ad tanácsot a hallgatóknak. Tudniuk kell, hogy ingyenesen folyhat idegen nyelvi oktatás. Egyrészt idegen nyelven is hirdetünk Gyöngyösen agrár és gazdasági képzéseket, angol nyelven is tanulhatnak. Másrészt azoknak, akiknek még nem áll rendelkezésre a nyelvvizsga bizonyítvány, de az oklevél megszerzéséhez szükséges, azoknak 4 fél éven keresztül heti 4 órában ingyenesen oktatunk idegen nyelvet, és a nyelvvizsga megszerzésére is lehetőségük van. 4 kiemelt csapattal rendelkezik a sportterületén az intézményünk, de ahogy rektor úr is említette, nem csak a testnevelő szakos hallgatók sportolhatnak az intézményünkben, hanem mindenkinek rendelkezésére áll Egerben is, Gyöngyösen is, igen, nagyon jól felszerelt sportcsarnok, illetve a hozzátartozó pályák. Azoknak a diákoknak mondanám, akik most Arany János tehetséggondozó programban vesznek részt középiskolában, hogy ez a program egyedül az Eszterházy Károly Egyetemen folytatódik, a felsőoktatásban is. Kiemelt havi 25 ezer forintos alaptámogatást nyújtunk a hallgatóknak a tanulmányaik idején havonta, illetve mentorképzéssel segítjük a beilleszkedésüket itt a intézményünk falain belül, tehát nem hagyjuk magukra, amit a középiskolában megszoktak, tulajdonképpen olyan jellegű gondozásban lesz részük. Az ösztöndíjak közül eddig a Klebersberg ösztöndíjat emeltem ki, amit a tanárszakos hallgatók az oktatásért felelős minisztériumtól kaphatnak. Intézményi kiemelt ösztöndíjunk van valamennyi alapszakos, illetve osztatlan tanárszakos hallgató az adott szakon,
legjobban tanuló hallgató minden fél évben havi 100.000 forintos tanulmányi ösztöndíjat kaphat, tehát egyetlen egy hallgató, függetlenül a képzés helyszínétől. Ezen kívül szociális támogatás, ez 6.000-től 25.000 forintig terjedő havi összeget jelent a hallgatóknak. Azok a hallgatók, akiknek a szülei, bárki is itt végzett az intézményünkben, vagy annak jogelődjében, és önköltséges képzésre nyer felvételt, és legalább 350 pontot elér, szintén ösztöndíjat adunk már az első hónaptól kezdődően. Aki az országos tanulmányi versenyen kiemelkedő helyezést ért el, szintén ösztöndíjra számíthat az intézményünk között, tehát nagyon színes az ösztöndíjas képzési palettánk. És akkor csak néhány képet felvetítve, bárha itt vannak Egerben, én kérem, hogy aki nem Egerben középiskolás, nyugodtan látogasson a Leányka úti kampuszunkra, tehát az Egri kampuszról mutatnék néhány felvételt. Ez a Leányka úti kampuszunk, ahol kollégiumokat, sportpályát, sportcsarnokot találnak. Három kollégium található itt az épület, ezen a területen. Ez épp a Leányka úti kollégium három épület együttese. Itt a kép bal oldalán az apartmanházakat látják tulajdonképpen, mintha üdülnének, hiszen terasszal ellátva gyönyörűen a város a lábuk előtt hever, és gyönyörű a kilátás ezekből az apartmanokból, én magam irigykedem. Jobb oldalon pedig a sportcsarnok, mögötte pedig a sportpálya található. Az első, amellyel a felvételt nyert hallgatók már eseményként találkoznak, az a gólyatábor. Eddig Tiszafüreden volt évek óta, lehetséges, hogy a helyszínt a hallgató önkormányzat módosítja, és majd új helyszínen ismerkedhetnek meg. Újabb ismerkedési lehetőségre a gólyabál ad lehetőséget. Idén több mint 750 első éves hallgató vett részt az Egri gólyabálunkon a Hotel Egerben. Nagyon jó hangulatban, viszont nem csak az Egri kampuszon, hanem Jászberényben, Sárospatakon és Gyöngyösen is szórakozhattak a hallgatók, és ismerkedhettek meg az ottani hallgatói élettel. További információkat, hiszen nem minden hangzott most itt el, 10:45-től a kijelölt tantermekben az adott szakokról a szakfelelősök fognak adni. Itt megtalálják ezen a dián és a honlapunkon is elérhető az egyes kampuszoknak az e-mail címe, telefonszáma, a honlapunk címe. Kérem, hogy tájékozódjanak. Az e-mail címünk is tulajdonképpen most nincs feltüntetve, ez a felvikukac.uniesterhazi.hu cím, illetve a Facebookon is megtalálhatók vagyunk, kedveljék az Eszterházi Károly Egyetemet, és akkor minden információt megtalálnak. Amennyiben most kérdésük van, akkor nyugodtan tegyék föl, itt vagyok még egy darabig. 10:45-kor itt a teremben Magyar István tanár úr kimondottan az osztatlan tanárképzésről tart még bővebb információt. Azok pedig, akik más alapszak után érdeklődnek, akkor a menetrendnek megfelelően ezen a Excel táblán megtalálják, hogy mely tanteremben tudnak tájékozódni. Akit a duális képzés érdekel, azon a 7 szakon, amit fölvetítettem, a tanteremben lehetséges, hogy duális partnerekkel is fog találkozni, nyugodtan tájékozódjanak, van, hogy szakfelelősségtől tegyék fel a kérdéseiket erre vonatkozóan is. Itt van a Gyöngyösi Kampusz képviselője is a gyöngyösi képzési kínálatok után. A sárospataki kollégáim is várják önöket a 125-ös teremben, a földszinten. Sajnos Jászberényből nem érkezett meg a kollégám, tehát akit a szociális munka érdekel, ami kimondottan csak Jászberényben van, arról tájékoztatást e-mailben tudunk nyújtani, vagy a honlapunkon találnak. Ha jól tudom, a szórólapon még az A008-as tanterem van bejelölve az első oszlopban. Annak a tanteremnek megváltozott a száma 327-es, tehát egy emelettel följebb kellene még menni, és ott a programtervező, informatikus és egyéb szakokról tudnak tájékozódni. Ha jól tudom, ennyi az összváltozás a mai napban, úgyhogy elnézést kérek, hogyha megtévesztőek a kiadványaink, de még nem így készültünk. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttek és tájékozódjanak. Nagyon szép napot kívánok itt Egerben önöknek, és tegyék meg a jó döntést, de legfontosabb, hogy tanuljanak jól még ebben a félében, hogy minél jobb legyen az érettségi, hiszen ez számít a felvételi eljárásban is. Köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra! Tovább tanulás előtt állsz? Piacképes diplomát szeretnél?
Fontos a jó társaság és az izgalmas egyetemi élet? Akkor válaszd az Eszterházy Károly Egyetemet, ahol 4 városban 4 kampusz vár. 9 felsőoktatási szakképzés, 36 alap és 13 mesterképzés, illetve 20 osztatlan tanári szak közül választhatod ki a számodra megfelelő képzést. Minőségi tudományos munka, aktív hallgatói élet, felejthetetlen éve. Eszterházy Károly Egyetem, a tudományok és művészetek javára.